Na, mehetsz fölfele. Nem ott, nem a kötelet húzod. Ott szélén, szépen a falba kapaszkodsz. A kötelet azt nem fogod. Elsőre elkelt egy kis segítség, de a legbátrabb gyerekek könnyedén vágtak neki a mórágyi gránitrög megmászásának és a kötélpályának is. Biztonságban voltak, a profi hegymászó eszközök mellett szakképzett ipari alpinisták és tűzoltó is segített neki. Nekem legjobban a csúszkapálya tetszett. Én már kettőször lecsúsztam, de elején egy picit féltem, de nagyon jó volt ott a magasba, olyan volt, mintha repültem volna. Hát én még nem csúsztam, de szeretnék. Komolyan nem fél? Hát egy kicsit. Biciklivel jöttek a gyerekek, illetve két autóval kísértük őket. Ahogy láthatjátok, itt van sziklamászás, tehát erre is van lehetőségük, illetve van itt egy csúszkapálya, amit a bátrabbak használhatnak. Ezen kívül volt még délelőtt egy róka és egy nyuszi vadászat. Két csoportra osztottuk a gyerekeket, és így próbáltuk őket lekötni és színesebbé tenni a programot. A Morányi sziklafalhoz több mint 20 gyereket tudtak most elvinni a Bárdiszéki Gondozási Központ munkatársai. A kerékpár túrával egybekötött egész délelőttös programokat nagyon élvezték a résztvevők. Hát nekem azt tetszett a legjobban, hogy ugye hát lehetett sokat játszani, meg ugye az a nyuszi és róka keresés, az nagyon jó volt. De ez a kötélpálya, a sütés, ájmászás, meg a rókavadászat tetszett. A gondozási központnál dolgozók június óta a nyár minden hetén szerveztek kirándulásokat a Bátaszéken és a környékén élő gyerekeknek, hogy a szünideig tartalmasan teljen és hogy közösségben legyenek a vakáció alatt. Voltunk kézműves foglalkozáson, a fürdőbe, meg ilyesmi helyeken. Volt még ilyen kötélpályás, az baján volt ott, még uszodás volt, még egy ilyen kézműves, volt ilyen, mikor voltunk az állatoknál, ott, ott nem volt ilyen kerítés, voltunk fürödni, azt ez még tudok játszani mindenkivel, és kielveszhetem a nyarat. Ez az utolsó programunk, ez a záró program. Hát összesen 10 programunk volt a tanévzáró ünnepséget követően. Hát ez nagyon változatos volt. Voltunk fürdeni, volt kézműves foglalkozás, voltunk kalandparkba, voltunk a játszótéren, kutyaterápiás foglalkozás volt. Tehát nagyon-nagyon színes programokat hoztunk nekik össze. A bátaszéki gyerekek nyárzáró mórágyi kirándulása szalonnasütéssel és a hazafelé tartó kerékpártúrával ért véget.